Sziasztok! És üdvözöllek titeket a következő slime-os videóba, azaz teszt videóba, ahol megpróbáljuk elkészíteni a világ legegyszerűbb átlátszó slime-ját. Ugye nemrégen megcsináltuk az elmétek világ legegyszerűbb slime receptjéből összeállított, vagyis legjobban működő slime receptjéből összeállított csodálatos slime-ot, ami itt is van velem. Gyorsan én is mondom, hogy mi lenne ebbe a videóba. Először is kezdjük azzal, hogy megpróbáljuk elkészíteni mértékegységek nélkül az átlátszó slime-ot. És ezek után játszunk vele, leteszteljük, hogy tényleg jó vagy nem. És ezek után a videó végén megmutatom még két másik slime-unkat, amit egyiket láthatatok egy videóba, viszont a másikat, a másodikat, amit készítettem életembe, azt még soha nem láttátok, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor maradjatok itt a videó végéig. De most, ahogy ígértem, csapjunk is bele a lecsóba az elején, és készítsük el a világ legmenőbb, vagyis egyáltalán nem menőbb, hanem a világ legegyszerűbb átlátszó slime receptjét. Amihez ugye szükségünk van egy ragasztóra, ami átlátszó, én csak ilyen technokolos átlátszó ragasztót találtam. Elméletileg ez átlátszó, reméljük. Na mindegy. Testápolóra, sima testápoló, és boraxra, ki hogy mondja, ezt mi a patikába vettük, sima borax, van ahol kiadják, van ahol nem, meg kell próbálni. Igazából vigyázzatok, mert rá is van írva, hogy a születendő gyermeket és a termékenységet károsíthatja, tehát miután slime-oztatok, ne vegyétek a kezeteket a szátokba. De volt, aki leírta a videó alatt, hogy akkor milyen nyomkodom, a bőrödön keresztül ilyen mennyiségben nem szívódik fel, de ne, tehát mossatok kezet mindig utána, ez a lényeg. Szóval van nekünk ragasztónk, ami nagyon-nagyon remélem, hogy átlátszó, mert ez a tubusos ragasztó sokkal drágább, mint mondjuk, hogyha ezt a sima fehér ragasztót vesszük meg, de úgy gondoltam, hogy próbáljuk ki. És kell még nekünk egy edény, egy kavarókanál, és kész. Igazából ennyi is kell, úgyhogy most átváltunk egy olyan kamera setupra. Szóval srácok, itt látjátok az asztalomat, leterítettem két Szilviával, mert üveg az asztal, és nem szeretném, ha minden olyan lenne. Fogjuk is az edényünket, ami most egy ilyen picike kis edény. Fogjuk a nagyon menő, amilyen meg is szóltak páran, hogy miért rózsaszín a spatula, ami nálad van, hát miért baj, ha rózsaszín? Ezt találtuk a Tesco-ba, meg ez könnyen elmosható. Úgyhogy... Ja igen, egyébként itt van Kinga is, és ő választotta azért rózsaszín. Ragasztó? Ez testápoló, nehogy ragasztót kenjetek magatokra. Rapid Technocol ragasztó, nem, szerintem egy tubus bőven elég, egy tubus 60 gram. Meg ugye a boraxos víz, ami úgy történik, hogy van itt egy kis tálkába, hát elméletileg kevés víz, és ahhoz egy kanál, nem fogjátok így látni, boraxot hozzá fogunk adni egy kanál segítségével értelemszerűen. Tehát fogjuk ugye az egy nagy kanál, ez egyébként egy fehér por, hogy ne nagyon szóljuk ki sehova. És ezt jól elkeverjük. Van, aki meleg vízzel csinálja, hogy gyorsabban feloldódjon, igazából erre csak egy-két kanálra van szükség ebből. Úgyhogy ez elég nagy pazarlás. Azt nem tudom, hogy meg lehet-e tartani ezt a vizet, tehát hogy mondjuk lezárom egy feddellel, és akkor biztos felhasználtam többször is. Ezt most itt én jól elkavarom, ez itt nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz dolog. Igazából amúgy srácok, ez a slime, ez már nagyon-nagyon régóta felkapott dolog, és egyébként tényleg király, nagyon jól lehet játszani, Kinga meg tudja mondani, ő rengeteget játszik a slime-okkal, amink vannak, csak az a baj, és azt is meg fogom mutatni, és ha kíváncsiak vagytok, akkor maradjatok mindenféleképpen a videó végére, hogy nagyon ragadós lesz a slime-unk, amiket készítünk. Pedig ezek tényleg egyszerű receptek, nagyon nehéz őket elrontani. Na, de kezdjük is el. Átlátszó hála, az égnek átlátszó a ragasztónk. És most itt, ahogy látjátok, bele is applik, ezt kiteszem minden addig a képből, remélem nem folyatom szét sehova. Itt is van a ragasztó, bele is nyomkodjuk. Hála az égnek átlátszó. Reméljük elég lesz ez a 60 gram. Próbálom minden cseppjét kinyomni, úgyhogy így fogjuk, hát ez elég sokáig el fog tartani, srácok, de semmi gond. Láttam külföldi videósoknál, hogy nekik szó szerint ilyen óriási, de óriási nagy, mint a... Mi az? Öblítős dobozba van átlátszó ragasztójuk. Ugye a sima ragasztónk az nekünk is van ilyen óriási nagyba, de átlátszót én nem nagyon találtam. Biztos van, de nem nagyon találtam. Továbbá nem is nagyon láttam embereket technokollal csinálni ezt, úgyhogy reméljük működik. Nem csak elpazarlunk egy doboz technokolt bele egy edénybe. Meglátjuk, mindjárt belerakjuk még a testápolót. Összekeverjük, és aztán a boraxot hozzáadjuk, és meglátjuk, hogy leválik-e a falról. És igazából srácok, ennyi is a recept.
Nem én voltam. Ennyi is a recept, tehát ezért mondtam, hogy ez az egyik legeslegegyszerűbb cucc. Kész is van a Technokol. Üres, bejelenthetem. Ez olyan volt, nem? A Technokol üres, na jó, befejeztem. Szóval itt van a testápoló, ezt is hozzáadagoljuk. Hát az volt írva a receptbe, és azt mutatják, hogy egy kevés. Ez kevés, nem? Na jó, még egy kicsit. Igazából, ú, de durván ragasztó illata van. Nagyon durva. És akkor most elkezdem keverni. Csak várjál, nem lesz átlátszó, mert a testápoló beszínezi. Ha! Fél! Nem, ez ilyen, akkor nem átlátszó lesz, hanem krémszínű. Testszínű slime recept. Jó, elkeveredett, azt hittem már hozzá fog kötni az edényhez. Tessék, srácok, kész a slime. Isten ments, hogy ezzel valaki játszom. És akkor most jön ugye a csoda, a csodák csodája. Ugye, ha beletesszük a boraxot, egy kanállal beleteszek. Ó, már tiszta, olyan lett a kezem. És nézzük, hogy mennyire... Na, nem tudom, ti látjátok. Aha, már egy kicsit jobb. Sajnos ti pont nem látjátok, mert olyan jó szögben van itt a kamera, de már nem annyira tapadós, úgyhogy teszünk még egy nagy kanál boraxot bele. Igazából addig adagoljuk a boraxot, a boraxos vizet bele, tegyünk bele még két kanállal, amíg nem válik teljesen el a falától az edénynek is, nem lesz bőle külön slime. Nem tudom, hogy a Technokollal működik-e, valami történik, az biztos. Reméljük, nem valami robbanó elegyet készítünk itt. Kezd, de nem olyan, mint ami ennek kéne lennie. Először is már nem átlátszó, tehát jól elrontottam. De én ezt a boraxos vizet kicsit meggyorsítom benne. Hát ez lehet egy óriási fél videó, mindegy. Akkor is felkerül a csatornára. Két óriási nagy kanál. Mondom, lehet, hogy ezzel a ragasztóval nem működik. De, válik ezzel, srácok, szépen. Na, de kár, hogy nem lett átlátszó. Mindegy, ha tetszik nektek ez a videó, akkor nyomtok egy lájkot rá természetesen, akkor a következőben tényleg átlátszó lesz, nem rakunk hozzá testápolót, mert átlátszó testápolót én még nem nagyon láttam. De biztos van. De akkor nem tudom, láttam, a neten láttam ezt a receptet, húha. Hát, srácok, nem akar ez működni, ez elég folyékony. Ez nem slime lesz, hanem műtakony. Annyira egyszerű volt ez a recept, hogy nem. Szóval teszünk még bele boraxot. Na jó. Beöntöttem a feldobozza. Aha. Külön állt a víztől. Jó, aha, ez kellett. Lehet, hogy nem volt jó, most már elkezdett ragadni. Ez történik amúgy. Júj. Kezd ez működni. Lehet, hogy nem tettem elég boraxot a vízbe. De még mindig elég érdekes. És nem lett átlátszó, hanem fehér lett. Meg áll benne a víz. Mindig ezt le tudjuk önteni. De mint ahogy látjátok, hát elég érdekes. Ezt a vizet valóban leöntjük. Szóval srácok, itt van. Ezt fogom mindjárt kiaplikálni belőle. Várjatok, először is megnyomkodjuk, hogy milyen. Júj. Fúj. Azt az eget! Ez Kinga, gyere szagold meg, légy szíves. Ezt lehet, hogy nem kéne a kezembe fogni, hallod? Na várjatok, kiveszem itt. Ez nem lesz jó. Ez szagolná meg. De ez milyen... Halljátok, srácok, ennek olyan illata van, mint az acetonnak. Átnevezzük a videót. A világ legbénább slime-ja. És marja a kezem. Technokollal ne csináljatok ilyet. Szóval. Látjátok ezt? Tehát, még az egérpadra is ráfolyt. Nem jó. Eltakarítjuk innen ezt a maszlagot. Lehet, ha kiszárad. Hát akkor se lesz ez jó. Egy, nem átlátszó, tehát már fél. De nem baj, akkor is felkerül a videó, mi megpróbáltuk. De ez a ragasztó nem jó, tehát Technokollal ne csináljatok ilyet, mert nem lesz jó. De kár. Itt van a slime-unk, srácok, én most kezet mosok, mindjárt jövök. Szóval, srácok, itt is vagyok, meg is mostam a kezem, letakarítottuk az asztalt, minden rendben. Itt van a csoda slime-unk, amit szerintem soha többi az életben nem fog megfogni. Kegyetlen büdös, olyan, mintha aceton lenne benne, tudjátok, az volt régen a körömlak lemosó. Nagyon-nagyon büdös.
Szóval rájöttünk, a technokol nem a legjobb, sőt, ne használjatok technokolt szerintem slime készítéshez, maradjatok az ilyen iskolai ragasztóknál, aztán majd megpróbálunk keresni olyan átlátszó ragasztót, amivel lehet átlátszó slime-ot készíteni, de srácok, úgy, ahogy ígértem, meg is mutatjuk a két slime-ot, ugye ezt a slime-ot ismerhetitek, mert ezt együtt készítettük a videóba, csak kicsit nagyon nagy fehérség van, ez az egyik slime, ezzel egyetlen egy probléma van, olyan büdös, hogy ti még ilyet nem érezhetek. Beposhat. Valószínűleg beposhat. Mintha romlott tej lenne. De az állaga is elég furcsa, mert meg sem mocca. Ez oda kötött. És itt van a másik slime, amit ti biztosan nem láttatok. Ez egy bubbly slime, ami annak az a lényege, hogy ez ilyen nagyon habos-babos. Ezt semmilyen recept alapján készítettük. Ezt csak fogtuk, leültük és mixeltünk, mint a vadállat. Ebben az a jó, hogy ez még be is penészedett. Folyik, mint az állat. Meg szálazik, meg minden. Ami nem is probléma, de nem tudom megmutatni nektek, mert ahogy döntöm, kifolyna. Vannak rajta penészdarabok, úgyhogy srácok, nem egyszerű olyan slime-ot készíteni, ami nem rohad meg. Úgyhogy most ezt nem mutatom meg, de ha szeretnétek, és rengeteg like köszön erre a videóra, akkor összemixeljük a büdöset a penészessel, jó? Büdös vs. penészes. Össze mixelve. Továbbá szeretném elkészíteni a világ legkattogósabb slime-át, tudjátok, ami ilyen hangja van, amikor nyomkodod, arra is találtam egy receptet, hát az remélem nem ekkora fél. Úgyhogy ha szeretnétek ilyen videókat, akkor nyomtok erre a videóra egy óriási nagy lájkot, és remélem tetszett nektek, elnézést, hogy ez egy kicsit ilyen viccesebb fél videó lett, de hát ilyennek is kell lennie, úgyhogy technokolt ne használjatok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnézitek ezt a videót, remélem tetszett nektek, és tudjátok milyen. Ha még nem láttátok mondjuk ezt a videót itt, akkor kattintsatok ide, nézzétek meg, remélem tetszeni fog nektek, és természetesen találkozunk holnap. Legyen további szép napotok, sziasztok!